Köszönöm, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr! Lassan 8 éve már annak, hogy elkezdődött az a soha nem látott mértékű migrációs hullám, amely Közel-Kelet és Afrika irányából Európa felé tart. Az áradat akkor Magyarország határain is átgázolva masírozott tovább elsősorban Nyugat-Európa felé. A kormány azonban nem tétlenkedett, a migránsokat tárt karokkal fogadó többi európai országgal ellentétben, haladéktalanul akkor megkezdte a határt védő kerítés megépítését, majd az így létrejött műszaki határzárat megerősített élőerős védelemmel és fokozatosan egyre szigorúbb jogi szabályozással, azaz jogi határzárral tette teljessé. Az így létrejött hármas határzárnak és a nemzetközi politikai szinten is masszív magyar védekezésnek köszönhetően ma már nem táboroznak migránsok százai a keleti pályaudvaron és nem masíroznak Magyarországon. Nem ez a helyzet azonban a déli határ másik oldalán fekvő Szerbiában, ahol városok és falvak lakói is kénytelenek megfélemlítve élni mindennapjaikat, dacára az újabb és újabb kemény rendőri fellépésnek. Sok helyen csak a legszükségesebb esetben mennek kimenni az utcára. A helyzet mindeközben a földközi tengeri útvonalakon is pattanásig feszült. Mindezek ellenére az Európai Unió változatlanul is a kötelező kvóta rendszerét erőlteti. Az Európai Parlament Libe bizottsága ugyanis múlt kedden elfogadta az uniós migrációs csomag 4 elemét, köztük egy javaslatot az EU-ba érkező menedékkérők tagállamok köztik szétosztásáról. Történik mindez úgy, hogy Brüsszel továbbra sem ad egy fillért sem Magyarországnak, az Európai Unió déli határait is védő magyar határkerítés fenntartásának és működésének finanszírozásában. Az elmúlt 7 évben a kormány több milliárd eurónyi összegből felépítette a déli határon a kerítést, és azóta is távol tart a magyar, és az egyben uniós határtól is évente több százezer illegális bevándorlóst. Ha csak az idei évet nézzük, március végéig több mint 27 ezer határsértőt fogadt el a rendőrség, az idei évről beszélek, és közel 240 embercsempész ellen indítottak büntetőeljárást. Nap mint nap migránsok százai próbálkoznak a déli határon, a rendőreink pedig állják a sarat. Kérdezem államtitkárulat, hogyan tudunk továbbra is hatékonyan védekezni a hazánkat és határainkat fenyegető illegális migránsok ellen? Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen, képviselő úr. A válaszra, mint említettem, Rétvári Bence miniszterhelyettes államtitkár úrnak adok szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Ausztria, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Görögország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Románia, Szlovákia. Ezek az országok fogadtak el pár héttel ezelőtt Athénban, Görögországban egy közös nyilatkozatot, amelyben azt követelik az Európai Bizottság vezetésétől, hogy pénzügyi támogatást is nyújtson a külső határoknak a megvédéséhez. Ezeknek az országoknak egy része, javarésze külső határmenti ország az Európai Unióban, egy része nem rendelkezik külső határral, de elkötelezett a határvédelem mellett, és ahogy ezt számoljuk, ez jóval több, mint egy tucat ország már az Európai Unión belül. Tehát sok országnak a kormánya azt követeli Brüsszeltől, hogy végre, valahára vegye komolyan ezt a kérdést, érdemben foglalkozzon vele, és ne az embercsempészek legyenek azok, akik eldöntik, hogy kit hoznak Európába és kit nem, és ezáltal ne az embercsempészek döntsék el, hogy ki lesz európai lakos és ki nem, hanem adjon érezhető közös támogatást ahhoz, hogy az Európai Unió külső határait közösen tudjuk megvédeni. Szolidaritásról beszélnek látástól vakulásig Brüsszelben, de szolidaritás alatt ők csak azt értik, hogy mindenkit be kell fogadni, és az unión belül szét kell osztani. És azt nem tartják a szolidaritás részének, hogy egyes országok a külső határokat védik. Képviselő úr is utalt rá, 650 milliárd forintot költött Magyarország külső határok védelmére. A kerítésnek a fenntartása évi 30 milliárd forintjába kerül Magyarországnak, de ez nem csak Magyarországot védjük, hanem egész Európát védjük. Nem kockázatok nélkül. A tavaly évben 477 esetben történt támadás a határt védő személyek ellen. 104 esetben jött jelentés arra, hogy lövések dördültek a határnak a szerb oldalán, és 24 esetben sorozatlövés dördült el a szerb oldalon. Ettől is, illetőleg a romló közbiztonságtól, vagy a terrortámadásoktól is óvja Európát a magyar déli határkerítés. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, miniszter helyettes úr, egy perces viszontválaszról Nacsa Lőrinc képviselő úré a szó, parancsolja. Köszönöm a szót, elnök úr, államtitkár úr, köszönöm a választ. Látjuk azt, hogy egyre több európai ország épít kerítést. Sokszor azok az országok, akik 2015-ben abból éltek és abból csináltak politikai karriert, hogy a magyar határkerítést gyalázták. Mi szeretnénk köszönetet mondani a határt védő rendőröknek, katonáknak, határvadász századoknak, akik garantálják a magyar emberek biztonságát. És nagyon fontos, hogy mi a nemzetközi szerződések talaján állva, a nemzetközi szerződéseket betartva őrizzük az Európai Unió külső határait.
Szerintünk szégyenletes, hogy az Európai Unió semmilyen módon nem kíván hozzájárulni ehhez, pedig már több alkalommal, többször is a bizottság elnöke maga is megerősítette azt, hogy igenis a külső határokat védeni kellene, miközben az Európai Parlament balliberális többsége olyan javaslatokat fogad el, amely a kvótát erőlteti, és tovább próbálja a migránsok behozatalát népszerűsíteni. A magyar kormány és a Fidesz-KDNP kitart az álláspontja mellett, hogy továbbra is megvédjük Magyarország határait. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Egy perces viszontválasz a miniszter helyettes urat illeti a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Ha megnézzük, hogy terror támadásban hányan haltak meg az Európai Unióban, azt láthatjuk, hogy több mint 2000 ember veszítette az életét. A legfiatalabb áldozat 1 éves volt, a legidősebb 90 éves. Az áldozatok 91%-a az iszlám dzsihád következtében halt meg, és az áldozatok 20%-a pedig öngyilkos merényletben halt meg. Spanyolország és Franciaország, ahol a legtöbb áldozatát szedte a terrorizmus Európán belül. Ezzel szemben mit mond Karácsony Gergely? Meggyőződésünk, hogy egy sokszínű, különböző kulturális tulajdonságokkal és háttérrel rendelkező közösség erősíti és előre viszi Magyarországot. Így beszélt Karácsony Gergely bevándorláspárti politikusként. Tordai Bence elmondta, hogy a déli határon épített kerítés értelmetlen, embertelen és pazarlóan drága. Ehhez képest ez a kerítés az, ami a tavalyi esztendőben egy Debrecen és Szombathelynyi lakosságszámú illegális határátlépési kísérletet hiúsított meg. Gyurcsány Ferenc pedig azt mondta, hogy Magyarországnak kifejezetten javára válna, ha befogadná a bevándorlókat. A magyar baloldal sajnos ugyanúgy, mint Brüsszel, bevándorláspárti, mivel külföldről fizetik őket. Köszönöm szépen!